Hello, Scott. Mennyi a veszteségünk? Kettő pusztult el, egyet teljesen felfalt. Nem holló tette? Nem. Róka, vaddisznó, talán kutya. Hatalmas lehet. Látnotok kellett volna a tetemet. Tuti, hogy jó étvágya van. A visítozó állatot zabálni élvezetes lehet. Tele van fehérjével. Régebben a vadászok kitépték a vadmáját és felfalták. Valami baj van, Tess? Sajnálom, nem tudok enni. Elvettük az étvágyadat a témáinkkal. Nem erről van szó, de ez a madár ma délután még élt. Ó, ellentétben az általad eddig felfaltakkal, melyek sülten születtek. Még sosem ettem olyat, amit előtte élve láttam. Hát, te tudod. Ez rohogy. Elkaphatta valami. Felszakított a gyomrát. Be volt zárva, hogy a csodába jutott ki. Ismered Royt, ha ki akar jutni, ki is fog. Sajnálom, öreg fiú. Sajnálom. Becky, hozd ki a 22-est az irodából. Ennyire súlyos? Mély a sebe. Vaddisznó ejthette. Biztos, hogy elfertőződött. Nem lőhetjük le. Claire, nézd! Sok munkát fektettem bele. Úgyhogy... Tégy megértem mindent. Jody, hozd a mentőládát. Te segíts bevinni a mosókonyhába. Gyere szépen. Gyerünk, Roy. Gyere. Semmi baj. Magyar hangok. Urbán Andrea, Spilák Klára. Mezei Kitti. Németh Borbála. Haszfander Péter. Bozsó Péter. Andres Kati. MacLeod lányai. Vatkan vadászat, írta Louis Crane. Hogy vagy, nagyfiú? Jobb már. Hozzá se nyúltál a téhez. Meg kell. Ügyes vagy. Ügyes vagy. Jó napod volt, hm? Meg fogsz gyógyulni. Hogy van, Roy? Megmarad. Megfelismerte, hogy vadkan. Melyik is az, amelyik terelőkutyákra halt? Hannibal. Megkeresed? Voltál már disznóvadászaton? Helyes. Itt az alkalom. Rengeteg munka van, maradjatok a közelben. Ez itt marad, fő az óvatosság, nem igaz? Uh-huh. Betettem egy reflektort, hát ha sokáig eltart. Jó ötlet. Vigyázzatok Royra. Sokat kell innia. Igenis. Komolyan mondom, Tess, veszélyes az a disznó. Megértettem. Csak óvatosan. Nem értem, miért nem mehetek. Nem tudod, melyik végébe lőj.
Dehogy nem, abba, amelyik felém van. Mi az? Biztos megvan rá az okod, hogy egy véregző disznó elé vesd magad, de tőlem biztonságban van. Disznósült és hurka. Parancsolj! Van más ehető étel is. Ez vicces. Ha így folytatod, te leszel az egyetlen vegetáriánus farmer. Hé, na is Madonna. Tényleg, őt is zárva tartatnátok. Visszajött a nagykar. Látom, unatkozol. Azt azért nem mondhatnám. Az a vadkan mindenütt betöri a kerítéseket. Sok jószág elkóborol. Tudjuk, Claire és Becky már keresik. Viccelsz? Megszállottak? Talán itt maradhatnék egy ideig, hogy vigyázzak rátok, hölgyek. Csak ugyan? Miért tennéd? Tudod, hogy mindent megtennék érte. Igen, szóval csak azért ugrottam át hozzátok, hogy figyelmeztesselek titeket a vaddisznóra. Igen. Terry csak figyelmeztetni akart minket a vaddisznóra. Igen. Tudom, hogy szereted a friss levegőt és a friss füvet. De farkas jár a mezőn. Vagyis egy vaddisznó. Teheneket zabál. Gyere, Madonna. Hello. Ki maga? Mi a fenét keres itt? Bocsánat. Ne! Nem kérek bocsánatot, itt lakom. Na persze. És én vagyok a polgármester. Hogy mondta? A városból jött. Köszönöm, de már 3 hónapja vagyok itt. Nem, mint a közel lenne hozzá. Tűnjön el innen. Maga tűnjön el! Enyém a birtok fele. És a fürdő fele is? Igen. Tudja, akkor én a másik felében zuhanyzom. Hívom a rendőrséget. A rendőrséget? Fölösleges lenne. Felöltözöm és megyek. Pompás. Na, mire vár még? Menjen! Bementem, és ott állt az a pucér ősember, nálunk zuhanyozott, és még neki állt fejjel. Kérdezted a nevét? Nem vittük túlzásba az udvariasságot. Üdv, tesz vagyok, helyesek a golyói. Nézd, itt hagyta a kabaláját. De jó nekünk. Vladimir lehetett. Kamionnal volt? Elég rondával. És te kidobtad? Nem, tényleg nem kínáltam meg teával. Mesztelen volt, és bunkó. Vladimir évek óta jár ide. Az apád mindig őt hívta, ha disznóvadász kellett. És honnan kellett volna tudnom? Megkínálhattad volna teával.